Tiriyam bam 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 Jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. A heti szakasz kapcsán azzal a témával foglalkozunk, hogy a gyilkos védelmében létezik ilyesmi. Miért foglalkozunk ezzel a témával? Mert ezen a héten azzal a micvával kezdődik a heti szakasz, a bírák és igazság szolgáltatás. Softim vesotrim ti ten lecha becholsen lech, a bírákat és felügyelőket ad magadnak minden kaputban, amelyeket az örökkévaló te Istened neked ad. Huszonöt évvel ezelőtt Izraelben volt egy nagyon szomorú eset. Egy fiatal nő állt várt az autóbuszt, de elindult volna Beer Sheva felé, nem érkezett meg, nem jött haza, nem tudtak róla semmit. Hosszú a történet, nem szeretnék akkor itt untatni. A lényeg az, hogy a végén letartasztották egy beduit, aki bevallotta, hogy megölt ezt a lányt, és ott is ott elrakta. A probléma az volt, hogy a holttestet soha nem találtak meg azon a helyen, amit ő mondott, de bevallotta. No, elítéltek őt, és egy pár életre, egész életre, és egy pár évvel később megtaláltak a holttestet Beer Shevánál. Nem ott, ahol ez a állítólagos gyilkos mondat. Erre rá a gyilkos fellebezte. No, hosszú a történet, a lényeg az, a végén az igazságügyi miniszter megvizsgálta a helyzetet, és azt mondta, hogy arra nézve minden bevallomást és minden, ő helyes, elfogadja azt, hogy amit a bírák mondtak, hogy bűnös, de azt kéri a bíróságtól, hogy egy csökkentsenek a büntetésnek a hosszát. Miért? Mert nem ítéltek őt el egyhangulag, hanem voltak véleményeltérések. Mivel nem ítélt, nem minden bíró úgy gondolt, hogy bűnös, ezért vegyük ezt figyelembe, és legyen az ő büntetése rövidebb. Ez más jogrendszerben, nagyon sok jogrendszerben találkozunk ezzel, hogy ha el kell ítélni egy bűnös eljárásban, büntetőügyben, akkor egyhangulag kell elítélni. Ha nem egyhangulag, akkor azt jelenti, hogy ezen valahogy nincs, nem elég jól beled bizonyítva. És ez elég logikus, elég logikusnak tűnik, és a meglepő itt, hogy a halacha pont
fordítva mond. A halakha azt mondja, csak akkor érvényes a bírósági döntés, hogy elítélik, ha nem mindenki úgy indult a témában. Csak annyit szeretnék mondani, hogy sajnos az idézetek le vannak fordítva, csak valami miatt nem kerültek fel az internetre, és ezért nem tudom megosztani, és akkor csak én fel fogom olvasni. Na, mit mond a halakha? Nézzük meg, mit mond Maimonides. Ha egy halálbüntetésről tárgyaló Sanhedrin, ami egyébként 23 tagú bíróság, ha minden egyes tagja azonnal bűnösnek jelent ki egy gyanúsított, ilyen esetben a gyanúsított ártatlan, amíg nem lesz legalább néhány olyan bíró, aki a védelmébe veszi és vitába száll az öt bűnösnek kijelentőket. Ezután a többség véleménye után kivégezhetik. Azt jelenti, hogy nagyon fontos itt jól érteni a szöveget, két részből áll. Van az, amik a bírósági, a bíráknak a döntése, hogy elítélik, hibásnak találják őt. A másik fázis, hogy miután hibásnak találtak őt, akkor meg kell adni neki a büntetés. Nem, rosszul mondtam. Van, hogy a tárgyalás kezdődik, a vita lényegében a bírák között, és utána van a döntés. Maimonides arra teszi a hangsúlyt, hogy amikor kezdődik a tárgyalás, ne legyen az, hogy mindenki abból indul ki, hogy bűnös. Kiinduláskor legyen vita. Az, hogy a végén valamilyen konklúzióra jutnak, az elég, hogy többség legyen. 23 tagból legalább 13-as többség elítéli őt. De az induláskor kellene legyen, elinduljanak vitában. Ha pedig úgy indul a beszélgetés, hogy minden egyes bíró a 23-ból abból indult ki, hogy bűnös, még akkor is, ha út közben valaki megváltoztatta a véleményt, az nem számít. Ez nem helyes. Erre felmerül a kérdés. Várjál, először még a következő idézet, hogy értsünk meg tényleg, hogy Maimonides arról beszél a tárgyalás kezdete. Ha a bíróság elé állítottak a gyanúsítatot, majd minden bíró azonnal kijelentette, bűnös vagy, akkor ártatlan. Figyeljük meg a megfogalmazást, mondja a Tashbic. Nem az van írva, hogy a Sanhedrin elítélte, hanem az, hogy azonnal kijelentette azt, tehát a tárgyalás kezdetén. A lényeg az, hogy a tárgyalás kezdetén induljon el egy vita. Mi lesz a konklúzió, ott elég a többség. Erre felmerül a kérdés, hogy ez egy nagyon-nagyon furcsa törvény, mert ha mindenki kiindul abban a kiindulási ponton, ahogy bűnös, ez azt jelenti, hogy valószínűleg nagyon-nagyon bűnös. Ha nagyon bűnös, akkor miért mentjük fel? Miért azt mondjuk, hogy ártatlan? A Rebbe, a Luvadzser Rebbe tárgyalja ezt a témát, és egy nagyon fontos tanítás, egy nagyon eredeti magyarázatot mond ehhez, és abból egy nagyon fontos tanítás, ami most aktuális az elől hónapban. De először beszéljük meg egy kicsit a különböző halachikus és etikai kérdések, ami vannak ebben a témában. Természetesen az első kérdés az, hogy hely, jó dolog-e a halálbüntetés,
vagy ez nem egy jó büntetés. Nézzünk meg tovább. Igazságszolgáltatás. Mózes mesterünk, vagy hébről mondunk, Mojse Rabbeinu, Mózes mesterünk, azt kell tudni, hogy igazat mindenki ismeri Mózes mesterünknek, Mojse Rabbeinunak, de ez nem volt az első titulust, amit ő viselt. Amikor 13 éves volt, akkor azt olvasunk, hogy Mózes kiment, 13 éves volt, bár micve fiú volt, és ment meglátogatni a zsidókat, hogy a rabszolgaságban, és látott, két zsidó veszekszik, és nekik szól, hogy ez így nem helyes, erre azt mondtak neki, mi szamchol is szár, de sajfét, ki nevezte téged ki bírónak fölöttünk. Ez volt az első címe Mózesnek, és tényleg Mózes már a legfiatalabb kora óta az igazságszolgáltatás neki nagyon fontos volt, hogy mindenhol igazság legyen. És ezért van az, hogy most se heti szakaszban azzal kezdődik, hogy bírák és felügyeleket ki kell jelenteni. Mondja a Midrás, három dolog miatt áldozta fel magát Mózes, és ezek a nevét viselik. Mózes feláldozta magát a Tóraért, ahogy írva van, nem ettem kenyeret, és nem ittam vizet 40 nap és 40 éjszakán keresztül, és róla nevezték el a Tórát, ahogy írva van, emlékezzetek szolgám Mózes Tórájára. Mózes Tórája, miért, mert ő feláldozta, érte, képzelünk el, egy emberet, született ember 40 nappal és 40 éjszakán keresztül nem eszik, nem iszik. Másik dolog, amiért feláldozta magát, Izraelért is feláldozta magát. Ahogy írva van, kiment testvéré közé, és látta a szenvedésüket. Nagyon sajnálta a zsidókat, és próbált nekik segíteni. És róla nevezték el, hogy írva van, és ők néped, mondja az Isten Mózesnak, és birtokat. Ez a második dolog. A harmadik, feláldozta magát a törvényekért, ahogy írva van, kitett téged vezetővé és bíróvá fölöttünk, mondta nekik, amikor 13 éves volt, ami azt jelenti, Mózes lényegében az életét veszélyeztette, és róla nevezték el, hogy írva van, bírákat és felügyeleket rendel magadnak minden kapud. Az Isten azt mondja Mózesnek, magadnak, mint az egész bírósági rendszer az Mózeshez kapcsolódik. Mi az, amit Mózes mond ebben a heti szakaszban, hogy minden kaputban, legyen bírák. Itt foglaljuk össze még egyszer, hány szintű bíróság van, vagy hány fajta zsidó bíróságban Sanhedrin, a válasz ered 3. Az első bíróság az 3 tagú, 3 bíróval áll, ők pedig pénzügyi dolgokkal foglalkoznak. 23 tagú bíróság az büntető perekkel foglalkoznak, és a büntető ez lehet akár testi fenyítés, akár halálra ítélni. Aztán van, ez pedig 23 tagú, ez egy ilyen kis parlament. És aztán van a harmadik és a legmagasabb szintű bíróság, az pedig 71 tagú bíróság, ők döntenek a naptár fölött, mikor legyen új hónap, mikor legyen szökőév, ők neveznek ki a királyt, stb. Stb. Most ez nem 3 szint, mert a zsidóságban nincs igazán lehetőség fellebezni, úgy, hogy elmegyek egy másik bírósághoz, és ott fellebezem az a bíróság ellen. Ha van neked fellebezni való, ennél a bíróságnak kell tenni. Mert egyik bíró nem tud a másik bíró fölött ítélkezni. Zárójelben mondom, Izraelben a rabinátus úgy van felállítva, hogy van egy
legfelső rabinikus bíróság, Beit Din, és ott lehet fellebezni. A napokban a legfelső bíróság hozott a legfelső rabinikus bíróság hozott egy ítéletet, és szóltak a kisebb bíróságnak, hogy módosítsák meg az ítéletet. A kisebb bíróság azt mondta, hogy elnézés, senki nem tud minket kényszeríteni, hogy másképpen ítélkezzünk, mint aminek jónak találjuk a zsidóságban. Egyik bíró nem tudja utasítani a másik bírót. Szóval ezért nem három szint van, három fajta bíróság. Ez a bíróság foglalkozik pénzügyi, ez a büntetőügyi, az pedig ilyen nemzeti kérdésekkel foglalkozik. Ugyanis akkor a második bíróság büntetőügyi, az még halálbüntetéssel is foglalkozik. Erre azt kell tudni, hogy a rabinikus bíróságnak a lehetősége, hogy halálbüntetés foglalkozanak, az minden egyes bíróságnak a lehetősége. Szóval minden 23 tagú bíróságnak tudnak foglalkozni büntető ügyekkel, ami benne van a halálbüntetés is. De csak akkor, ha a legfelső bíróság a helyen van, ülésezik a szentélyben. 40 évvel a második szentély lerombolása után a Sanhedrin kivonult, elhagyta a szentélyt, soha nem mentek oda-vissza, ezzel automatikusan megszűnt a halálítélet a zsidó jogban. Nincs erre lehet. Miért tettek ezt? Mert sajnos túl sok eset volt, amikor megérdemeltek volna a halálítéletet, és nem ez a cél, a túl sokan halljanak meg, erre inkább kivonultak. Kinek jár halálbüntetés? Akkor a Tóra felsorolja őket, ebbe a nemi erőszak, házas nővel, szóval több olyan vérfertőzés családon belül, rokonok, stb. A gyilkosságért, a paráználkodásért, a nő házas, és a szombatszegésért, és más, és a bálvenimadásért. Most ez tényleg azt jelenti, hogy a bíróság minden nap ülésezett, és egymás után hoztak be az embereket, akit elfogták, hogy nem tettek minden, nem tartottak be minden törvényt, csak a bíróság őket elítélte halálra. A válasz erre az, hogy a Tórában a büntetések az inkább egy ijeszteni, vagy ez nem a helyes szó, inkább az megmutatni, hogy milyen komoly a tilalom. Képzelünk kell, ez olyan szinten tilos, hogy bizonyos körülmények között még lenne halálbüntetés. Ez olyan szintű tilos, hogy bizonyos körülmények között testi fenyítés lenne. De gyakorlatilag nem lehet halálra ítélni az embereket, csak nagyon szigorú feltételek mellett. Nézzünk meg, mit mond a Misna. A Misna azt mondja, az olyan Sanhedrint, mely 7-es év alatt egy kivégzést rendel el, 7-es év után egy kivégzést, vérszomjasnak nevezük. Elazarben az Ária rabbi mondja, nem egy 7-es évben, hanem egyet 70 év alatt. Azt mondja, lényegében ki kell zárni a ki van zárva az a halálítélet. Tarfon rabbi és Akiva rabbi mondja, ha a Sanhedrin tagjai lennénk, soha sem
végeznének ki senkit. Simon ben Gamliel rabbi mondja, akkor ők a vérontást szaporítanak Izraelben, mivel elkerülnek a gyilkosság halálra ítélését. Szerintem ez nagyon szép, hogy te sajnál azt a gyilkost, de miért nem sajnálod az áldozatot? És ezért, ha nincs halálítélet, akkor egyre több gyilkosság lesz. Ez az érveléshez, hogy mindjárt visszatérünk. Nézzünk meg három fő dolog, ami miatt ki van zárva gyakorlatban a halálítélet. Az első az, hogy kell, hogy legyen két tanú, aki jelen volt és látta a vétket. Két tanú jelenlétében elkövette a vétket. Ez már, és az, hogy az ember bevallja, igaz, vannak mindenféle jelleg, és az ember bevallja, igen, sajnos, így és így történt, és megöltem ezt az embert, ezt nem fogadjuk el. Miért? Mondja a Maimonides nagyon szépen érvel, azt mondja Maimonides, azért nem fogadjuk el, mert lehet, hogy szeretne meghalni, csak nem képes fizikailag magával végezni. Ezért inkább elismered vétket, olyan vétket, amire jár halálli büntetés, egyszer elismert, akkor majd a bíróság meg fogja ölni. Ezért azt mondjuk, hogy az ember büntető eljárásban nem tud valomást tenni, nem maga mellett, mert az nem hiteles, de maga ellen se. És két dolog, vagy azért, mert szeretne meghalni, vagy egyszer csak beteg. A másik dolog, bár nézzünk először, mit mond Maimonides megfogalmazza, a bíróság nem hozott halálos ítéletet vagy testi fenyítés egy beismerő valomás alapján, hanem két tanú valomása alapján. Hiszen lehet, hogy nehéz sorsa miatt megkeseredett emberrel van szó, aki várja a halált, és olyan dolgot val be, melyet nem követett el, hogy kivégezik. A másik dolog, nem elég az, hogy két tanú legyen jelen, ami már egy kizáró ok, hanem még figyelmeztetés is kell, legyen. És ez kizárja a lehetőséget, hogy talán nem vették észre. Mi azt jelenti, oda kell, hogy menjünk, figyel, amit te csinálsz, az nem helyes, ennek a büntetés az halál. És neki válaszolni kell, igen, igen, tudok róla, de nem érdekel. Mondja Maimonides. Hogyan figyelmeztetjük? Elmondjuk neki, hogy ne csinálja, mert tilalmat szeg meg. És halálbüntetés vagy testi fenyítést kaphat érte. Saját magának kell magára vállalni a halálbüntetést, és kijelenteni, akkor is megteszem. Menni az esélye annak, hogy az ember két tanú jelenlétében vállalni fogja a büntetést, és meg is fogja tenni, az szinte nulla. Az ember inkább várna egy pár percet, de a két tanú menjen el. Aki ismeri a Bibliát, akkor Mózes első könyvében az első halálítélet, ami benne van a Tórában, hogy Támárt elítélte a bíróság, és a végén semmi is lett, mert kiderült egy újabb tényező, hogy az nem vétkezés miatt tette, hanem azért, mert Júda az apósával tette, mert akart megörökíteni a családot, az elhunyt férjét. Mindenképpen látjuk már, az első halálítélet a Bibliában az semmi is lett, mert új információ jött elő. Most, miután két tanú volt, figyelmeztették, és ő vállaltak veled, harmadik dolog, hogy a bíróság próbálnak feltenni olyan kérdéseket, hogy mondjanak ellen egymásnak, illetve olyan kérdések, amire nem tudnak válaszolni. Például arról van szó, hogy késsel vagy karddal megölték valakit. Azt mondja, kérdezik tőle, mondd, és te nem vettetek, és nem, te tudtak biztosan, hogy nem volt már korábban ott a lyuk a szívében, ami azt jelenti, hogy így se tudod volna ezt túlélni,
biztos, hogy teljesen egészséges volt, mert csak egy teljesen egészséges embernek a gyilkosságát miatt jár halálbüntetés. Olyan kérdések tesznek fel, ami lehet, hogy ellen fognak mondani egymásnak, illetve lehet, hogy mindketten azt fognak mondani, nem tudunk. Ha nem tudunk, akkor vége az egész. Ez a három dolog kizárja azt a lehetőséget, az a gyakori lehetőséget az embert, hogy tényleg 7 évente, vagy 70 évente legyen végrehajtva a halálítélet. Igen ám, de előbb hoztunk, idéztünk azt a véleményt, ki mondta, Rabbi Shimon ben Gamliel, aki azt mondta, hogy ez a vérontásra vezet. Ha nincs halálítélet, akkor az ember azt mondja, hogy én akarok gyilkolni, erőszakoskodni, stb. Stb. Mi a válasz erre? Erre azt mondja a halaká, hogy normál körülmények között tényleg nincs halálítélet. De azt látjuk, hogy rendetlenség, káosz van a városban, az országban, akkor soron kívül lehet halálra ítélni az embereket. Azért, hogy lássanak, hogy van egy jogrendszer. Mi azt jelenti, nem lehet átesni a ló másik oldalára, hogy ó, mi úgy sajnálunk a vétkes embereket, és szeretjük, az itt nem jó, mert egy vétkes ember képes nem csak egy embert megölni, hanem ötöt, tized vagy százat. Sajnálsz itt egy vétkes embert, és nem sajnálsz egy, öt, tíz vagy száz ártatlan embert. Ezért, ha azt látjuk, hogy rendetlenség van, káosz van, akkor mindenképpen el kell ítélni egy, kettő, több embert halálra, és nem olyan szigorú feltételeken. Miért? Mert ezáltal mindenki fogja tudni, hogy oppa, nem lehet könnyűnek venni a rendszert. Ha utána helyreáll, és utána van egy véletlen, itt, ott, egyszer-egyszer valaki vétkezik, akkor lehet mondani, hogy jó, ez egy kivétel, ez nem a norma, és át lehet engedni. Olvasunk fel ezt az utolsó részt, hogyan akadályoztak meg a halálbüntetés kimondását, megkérdeztek a tanúkat, hogy a kard ütötte a sebb helyen, volt-e már korábban is sérülés? Mert elképzelhető, hogy a gyilkosság nélkül is meghalt volna. És egyértelmű, hogy szinte biztos, hogy a tanok figyelme nem terjed ki erre. Nem tudnak biztosan mondani erre. Kérdés. Halálítélet az halálbüntetés, az egy jó dolog lenne ma, vagy nem? Érdekes, hogy 40 évvel ezelőtt, legalább 40, tehát picivel több, a igazságügyi miniszter az USA-ban fordult talán a legnagyobb rabihoz, New Yorkba, Amerikába, az Moshe Feinstein rabihoz. És kérdezte az ő véleményét, hogy érdemes-e bevezetni a halálítéletet újra, vagy nem. Mert USA-ban időről időre szünetel a halálbüntetésnek a végrehajtása, aztán megint bevezetik, megint szünetel, oda-vissza megy állandóan. Mondja Feinstein rabbi a válaszában. Azt mondja, nehéz halálra ítélni, mert kellett legyen két tanú, figyelmeztetés, a figyelmeztetésnek a vállalni, illetve azt is emeli ki, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy a bírák nem csak tudósak legyenek, hanem teli szívvel. Például mondja a halaká, egy ember, aki nem házas, nincs családja, ne legyen bíró, mert önálla nincs meg, ő nem gyakorolja a szeretetet annyira.
illetve ha valaki már nagyon öreg, és már nincsenek gyerekei otthon, vagy ilyesmi, megint nem gyakorolja olyan sokat a szeretetet, és ezért ők nem lehetnek bírók, egy halál ítéletben. De mondja Feinstein Rabbi, de ha arról van szó, hogy nagyon, nagyon könnyűnek veszik a gyilkosságot például, akkor be kell vezetni a halálítéletet. Tudjanak az emberek, hogy nem lehet gyilkolni, mert az a halálba fogja vinni a gyilkos. További kérdés, és ez is már időről időre egyszer-egyszer felmerül. Mi van akkor, ha egy zsidó elmegy egy olyan országba, ahol ott van halálítélet, olyan valami tesz, amire elítélik őt halálra, a kérdés, hogy meg kell menteni őt, vagy a gyilkos nem kell megmenteni. Például volt valaki, aki egy házas pár, vagy már elváltak, és Tájföldön voltak, a férj megölte a feleség, vagy a volt feleséget, halálra ítéltek őt, és ezt ő pedig azt kérte, hogy Izrael kérje őt ki Tájföldre, mert szeretne Izraelbe megkapni a büntetését. Nem csak az, ami jobb a körülmények otthon, hanem Izraelben nincs halálítélet, és Tájföldön van. Ha Izrael kikéri, és Izraelbe tölti le, megkapja a büntetését, akkor bármilyen büntetést kap, az nem lesz halálbüntetés. És a kérdés az, a fordulnak a helyi rabbihoz, hogy segítsen őt megmenteni, kell-e megmenteni őt, vagy nem. Írva ezt sokszor merült fel a történelem során, és az van írva, hogy nem szabad segíteni a gyilkos embert, hogy ne kapja meg az ő büntetését. Ez egy talmudi történet is alátámasztja. Azt mondja a Talmud, hogy történt, hogy olyan hírek voltak, hogy bizonyos zsidók Galileában gyilkoltak. Egyszer csak megjelentek Rabbi Tarfon, az egyik híres talmudi bölcsnek a házában, és kérte, hogy jaj, szeretnék, itt akarnak elbújni. És Rabbi Tarfon azt mondta, elnézést, itt nem menjetek máshova, mert nem akart segíteni a gyilkosoknak, hogy ne kapják meg az ő büntetésüket. Sőt, egy másik talmudi bölcs, Rabbi Lazarbereb Simon, ő még utána járt, és nézte, hogy hol vannak a tolvajak, és azokat ő a bírós, a rendőrségnek átadta. Azt mondta, és semmi rosszat nem csinálok, én csak kitakarítom a gyümölcskertet, hogy szép legyen ott. De ez a dolog nem olyan egyszerű, mert aktívan kiadni a rendőrségnek, az egy erős lépés. No, csak miután akkor megbeszéltünk az, hogy halálítélet, halálbüntetés van a zsidó jogban, de gyakorlatilag soha vagy nagyon-nagyon-nagyon ritka jutna kifejezés, még akkor is, ha lenne Sanhedrin a szentében, stb. Akkor térünk vissza ehhez a kérdésre, hogy miért van az, hogy a tárgyalás a bírák között mindenképpen kell, hogy kezdődjen, úgy, hogy egyesek elítélik, egyesek felmentik, és akkor így megy a tárgyalás. Miért fontos ez? Miért nem erősebb? Miért nem erősebb, amikor mindenki abban indul ki a bűnös, ismerve a történetet?
hogyan lehet őt felmenteni, amikor mindenki abból indult ki, hogy bűnös. Az egyszerű válasz erre a kérdésre az, hogy a Tóra akarja megőrizni a jogrendszert, az elhamarkodott döntéstől. Mert ha megbüntetem valakit pénzbírsággal, elhamarkodva volt, vissza lehet adni a pénzt, lehet kétszer annyit visszaadni, és akar kárpatolni őt. De ha elítéltem őt jogtalanul, halálra, utána nem lehet, és végrehajtottam a büntetést, és már nem lehet visszafogni. Ezért mondja a Tóra, hogy ne legyen olyan, hogy mindenki ellene van. Ez egy kicsit nem kellemes, kicsit úgy tűnik, mint a hogy direkt akarnak valamit ellene. A másik dolog az, hogy a vita van, ha úgy indul el a tárgyalás, hogy vita van, akkor fog kijönni egy igaz ítélet. Mert ha vita van, akkor mindenki érvel, elhangzik az érvelések, és az ellenérvelések is tisztázódik a törvény. Ha ütköznek a törvények, akkor szikra van. Ha nem, hanem mindenki azt mondja, bűnös, 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 lehet, hogy elnéztek valamit. Mert a Tóra azt mondja, hogy a vita, a vélemény eltérések, ha az nem önös érdeki miatt történnek, hanem azért, mert szeretnék a igazsághoz eljutni, az egy nagyon fontos dolog, az egy áldás. Nézzük meg, a Tashbetz azt írja, ítéletük igazságossá érdekében mondták, ha a Sanhedrin azonnal bűnösnek jelent ki valakit, akkor a gyanúsított felmentik, mert a Sanhedrinnak kötelessége alaposan megvitatni az ítéletet. Ez a Sanhedrin pedig hibázat, amikor azonnal bűnösnek nyilvánította, és így kiderült, hogy a halálát akarja. Valahogy, ha nem voltak képesek senki úgy elindulni, egy ellenérveléssel az nem jó. Mondja a Midrash Shmuel, jobban kifejti ezt a másik dolgot, de a vita az miért fontos. A tanulás közben a felek vitáznak, és ellentétes álláspontjaikat ütköztetik, ez az oka annak, hogy egy dolog a napvilágra kerül, azt jelenti, hogy tisztázódni fog. És az igazság megmutatkozik. Maga Arisztotelesz mondta, hogy a kétkedés teszi bölcsé az embereket. Miért? Mert kétkedik, akkor érvek és ellenérveket is hoz fel, és utána képes egy informált döntést hozni. Ez a dolog elkerülte a bölcseinket, gúnolódók figyelmét, ha a Sanhedrin minden tagja halálra ítél valakit, akkor nem végzi ki. Maimonides nevében hallottam erre egy magyarázatot. Ki kell jelenteni, és mindenki tudomására kell hozni, hogyha nincsenek olyanok, akik ellenzik az ítéletet a vizsgálattal kapcsolatban felmerült kétség miatt, akkor nem lehetséges kideríteni, hogy mi történt valójában, és előfordulhat, hogy mindannyian tévednek. Mert csak akkor derül ki az igazság, amikor vannak érvelek és ellenérvelések, visszanyúlunk az eredeti történethez, előjönnek mindenféle más részletek, ami eddig nem vettük észre, és akkor fogunk látni, hogy mi az igazság. Nem elhamarkodva dönteni, illetve fontos a vita, mert a vita által, az, ami vannak más vélemények, az által sokkal biztosabb, hogy tényleg az igazság az el fog jutni. Ez az alapmagyarázata ennek a témának. A Rebbe másik magyarázatot mond, és ez nagyon érdekes,
mesélnek egy olyan történetet, hogy Nachmanidesnek volt egy tanítványa, kitűnő tanítvány, nagyon-nagyon nagy tudós volt, nagyon-nagyon nagy tudós volt, és egyszer csak elhagyta az egészet, nem csak elhagyta a tanulást, elhagyta a zsidó vallást, semmi, ő már nem akart hallani semmiről. Évekkel később ő egy nagy, ő a városnak a vezetője lett, és magához hívta Nachmanides, és kellemetlen volt, mert Jom Kippur volt, engeszteles napja, és mutatta neki, hogy milyen mennyi mindent tud tenni, amivel megszegi az ünnepet. A végül kérdezi tőle Nachmanides, mond, mi az oka annak, hogy elfordult el a zsidóságtól? Erre azt mondja ez a tanítvány, akinek Avner a neve, azt mondja a tanítvány, figyelj, te egyszer egy drósában, egy beszédben azt mondtál, hogy a Hazinu heti szakaszban, ami körülbelül 4 vagy 5 hét múlva, lesz, egy nagyon rövid heti szakasz, azt hiszem, hogy 55 vagy 52 versből áll, hogy ott mindenki megtalálhatja a nevét. És én azt mondtam, lehetetlen, hogy 52 versben az egész zsidó nép megtalálhatja magát. Mondja Nachmanides, én ezt mondtam, mesterem ezt mondta, és ez igaz. Ha ez így van, mondja az Avner, akkor mutass meg, hol vagyok én megemlítve a Hazinu heti szakaszban. A 32. fejezet, 26. vers. Mondtam, elfúvam őket, és kiírtam emléküket az emberek közül, stb. Stb. Ha megnézünk minden az 5 szó, az utolsó 5 szó ennek a versnek, pontosabban az egész vers az 5 szóban van, minden szónak a 3. betűje, kiadja azt a szót, Reb Avner. Reb Avner az talán Avner rabbi, vagy legalább a tiszteletre méltó Avner. És tényleg, Avner nézi, hogy nézd csak meg, ott van, hogy nem a kezdőbetű, hanem minden 3. betű. Minden szónak a 3. betű sorrendben adja ki a Reb Avner. Teljesen odahol. Azt mondta Avner a volt mesterének, mivel tudom, hogy tudok megtérni? Mert azt mondja, szintén ebben a versben benne van az, hogy kiírtam emléküket. Vagyis tűnjél el, menj el már egy messzi országra, nem ismernek téged, és térjél meg. Így is történt. Így szól a történet. Azt mondja ebben az, hogy az Avner szó benne van, az tényleg meglepő. De ennél még meglepő, hogy Reb Avner. Itt van valaki, aki elhagyta a zsidó vallást, megmutatja a mesterének, hogy mennyi mindent tud ő tenni, úgy, hogy megszegni a Jom Kippur, és akkor Reb Avner, a tiszteletre méltó Avner. Miért a tiszteletre méltó Avner? A válasz erre az, hogy még akkor is, ha vétkes, és annyira vétkes, akkor még mindig tiszteletre méltó. Mert valójában a lelke mélyén ő egy jó ember. Mondom egy példát. Nézzük meg egy példát. Egy fiatal embert hoznak el a bíróságra, hogy valamit tett. Törvénytelen. Jó családból van való, finom emberek, ő maga jó iskolába járt, jól tanult és minden. És most ezt tette. Mi lenne, akkor teljesen természetes lenne, hogy a bíró abból indul ki, figyelj, ez a gyerek nem bűnös. Nem illik rá.
Ez egy véletlen, ami történt. Nézzük meg jól a történetet. Külső hatás, rossz barátok rávezették őt. De ő valójában nem ehhez. Őt könnyen kell venni ezt az egészet. Neki van esélye kimászni az egészből, mert véletlenül ragadt rá. Elhoznak egy másik gyereket, egy rossz család, mint egy rossz család, rossz körülmények között nőtt fel, válás, minden részeg volt az apja mindig, stb. Stb. Hát a bíró ránéz, azt mondja, sajnos ez a fiatalember tényleg bűnös. Ami azt jelenti, hogy amikor a bíró ránéz az emberre, van egy kiindulási pont. Bízak ebben az emberben, vagy nem bízak ebben az emberben? Ennek az embernek a vétke az egy véletlen, vagy illik rá? Ezt akar nekünk a Tóra mondani, hogy a bűnös Avnéra, Röb Avnéra, tiszteletre méltó Avnér. Mert ilyen ez, ő valójában a tiszteletre méltó az ember, akit az Isten megteremtett, az jó. Az ember egy jó. Az ember jó családból való, jó a nevelés és minden. Csak ráragadt egy vétek. Abban kell kiindulni, hogy figyeld. Nem annyira vétkes itt az egész, és akkor abból kell kiindulni. Lehet, hogy a végén, a tárgyalás során még elkerületetlen lesz kimondani az a szó, hogy vétkes, de legalább bíztam az emberben, adtam neki a lehetőséget, mert hiszek benne, mert valójában nem illik rá. Ez a probléma. Amikor mindenki, az összes bíró úgy indult ki, hogy vétkes, ez azt jelenti, hogy nem ismerik az ember. Nem ismerik fel az, hogy jó körülmények között nőtt fel, jó iskolába járt, jó tanuló volt, és nem illik rá a vétek. Ezért így nem lehet tárgyalni az ember sorsát. Úgy lehet tárgyalni az ember sorsát, hogy hiszünk benne. Felismerjük, hogy ő valójában jó. Aztán lehet ítélkezni rajta. Mondja Maimonides, aki egy ítélet arra kötelez, hogy váljon el feleségétől, de ő nem akar elválni, egy zsidó bíróság addig ütlegeli, amíg azt nem mondja, el akarok válni, és megírja a vállólevelet. Vagy miért nem érvénytelenítenek egy ilyen vállólevet arra hivatkozva, hogy kényszerítették a megírását. Ő nem akarta, hanem annyi ütést kapott, ameddig ezt elvállalta. Ez nem lehet mondani, hogy a saját akaratból válik el, mert akit rávet a rossz ösztöne, hogy ne tegye meg egy micvát, annál nincs szó külső kényszerrel, mert saját rossz indulattal kényszerít. Nem, valami nem, a fordítás nem jó. Igen, nem valaki más kényszerítette, ő maga rossz ösztöne kényszerítette saját magát. És mivel az illető Izraelhez akar tartozni, és meg akarja tartani az összes micvát, ezért addig ütik, amíg megtörik ösztöne, és kijelenti akaram, ezért saját akaratából vált el. Ami azt jelenti, hogy azt abból indul ki, hogy az embernek a belső akarata csak jót tenni. Egy rossz ösztön erősödik benne, és nem engedi, hogy jusson kifejezésre a jó szándéka. Ha megbüntetjük ezt a rossz ösztönt és gyengül, akkor előjön a valódi helyzet. És a valódi helyzet az, hogy ő egy jó ember. Ezért van az, hogy a bíróság nem úgy áll hozzá az emberhez, hogy jó, hanem azt mondja, hogy ráillik a vétek, akkor nem jól kezelik ezt az embert. A halaká bízik az emberben, mert tudja, az Isten teremtette, és van neki jó akarata. Ez az ő természetes állapota. Amikor vétkezik, az nem a természetes állapota. Én emlékszem, egyszer volt nagy ünnepek táján
volt egy nagy összejövedel, és a Rebbe beszélt, de Rebbe azt mondta, képzelünk el, van egy zsidó, aki minden évben Rosh Hashanakor, Yom Kippurkor ott volt a zsinagógában, imádkozott, böjtelt minden, annak ellen évközben nem volt annyira vallás. És ismerünk sok olyan zsidót. Azt mondja, egyszer csak, azt mondja ő magában, azt mondja, képmutató vagyok. Egész évben nem járok zsinagógában, és most nagy ünnepekkor, félelmetes napokon ott jelennek meg, mint valami jó zsidó lenne, képmutató vagyok. Ezért mi a teendő? Hogy idén nem leszek képmutató, nem fogok elmenni a zsinagógába. Mert azt mondja a Rebbe, az teljesen hibás. Amikor a zsidó elmegy nagy ünnepekkor a zsinagógában, akkor nem képmutató, mert ez a természetes helyzet. Képmutató az, amikor egész évben nem jár zsinagógában, mintha nem lenne ott a helye. Akkor képmutató, amikor nem jár zsinagógában. Nem akar, amikor jár zsinagógában. Ami azt jelenti, hogy el kell ismerni, hogy a helyzet itt nem stimmel. Nagy ünnepekor ott a zsinagógában évközben nem. De a kérdés, mikor van az, hogy az ember képmutató? Amikor ott van a zsinagógában, mint vagy amikor nem? Ja, abban kell kiindulni, de az embernek, a zsidónak a természetes helyzet az, hogy Rosh Hashanakor és Yom Kippurkor ott lesz a zsinagógában. Mert az lenne a természetes helyzet egész évben is. Ő képmutató, és évközben megtagadja ami valójában ő. Köszönöm szépen! Most pedig, hogy egész elül hónapban, hétfőn óta, akkor minden órán befejezzük a sófárfújással, ahogy a zsinagógában is, minden reggel, hétköznap reggel imánál, egy hónapon keresztül fújunk sófárt. Felcseréltem a sorrendet, a második sorozatot azt a harmadiknak kellett csinálni. Ha Rosh Hashanakor akar tölteni az új évkor, akkor újra kellett volna ismételni a fújást. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok, holnap estére már előlegezem nektek a Good Shabbos, jó szombat legyen nektek, vasárnap este arról fogunk beszélni, hogy ki döntheti el, ki is mikor döntheti el a zsinagógában. Bekapcsolni a légkondit, vagy kikapcsolni a légkondit. Milyen szabályozás van erre a halakában. Erről beszélünk majd vasárnap. Jó éjszakát kívánok, köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt volt.